Sárisáp vármegyén északi részén a Gerecse nyúlványai között fekszik. Nevének Sárelő tagja a falu mellett folyó Öregpatak régi nevéből ered. A sáp az Ondvezértől származó Bárkalán nemzetség ősi birtokának neve volt. Az első ismert települést a rómaiak alapították ezen a területen, Quadriburg emlékei közül egy sírkő került elő. Sárisáp neve 1389-ben jelent meg először, mai alakjában az oklevelekben. A törökök által végzett összeírásban 1570-ben pusztaként tartották nyilván, lakosai elmenekültek a harcok és a török uralom elől. A 17. század végén népesült be újra, ekkor már a bajnai Sándor uradalom része volt. Sándor menyhér Tóth Zsellérekkel népesítette be a települést, hiszen előtte lakatlan volt. Aztán a következő nagy ugrás az 1800-as évek eleje, amikor a kolera járvány pusztítása után Gróf Sándor Vince szintén szlovák, cseh és morva telepesekkel népesítette be a falut. Évszázadokig mezőgazdaság volt jellemző erre a vidékre. Az 1700-as évek végén szenet találtak a szomszédos Annavölgy és Csolnok határában. A bányászat Sárisáp sorsát is hosszú időre meghatározta. A 20. század második felében a szénbánya adott munkát és jövedelmet a legtöbb itt élő család számára. 19-es akrán dolgoztam itt én is. Tudni kell, hogy Sárisápon a bányászkodás az 1957-ben kezdődött. 57-ben hajtották ki a 19-es és 20-as aknákat. Utána 1964-ben készült el a hozzátartozó külszíni részesítmény, illetve bent a fővágatok, és utána kezdődött meg tulajdonképpen a bányának a feltárása, ami 1965-ben fejeződött be, amikor már a szénmezőket is feltárták. Onnét kezdve Sárisáp, mint olyan, már széntermelő volt. A bányavállalat a falu kulturális és közösségi életét is támogatta. Az akkori fejlesztéseket mind a mai napig használja és megújítja a település. 1960-ban a bányásznapon adták át a sárisápi kultúrházat, amely a mai Sárisápi Bányász közösségi térnek az elődje. Volt ekkor a bánya, illetve a helyi civilek segítségével, valamint társadalmi munkájukkal épülhetett meg ez a hatalmas komplexum, amely azóta is családi, illetve községi rendezvényeknek a helyszíne, befogadja a helyi civil szervezeteket, közösségeket, segíti az ő munkájukat, illetve helyszínt ad a rendezvényeiknek. Bányászok alapították Sárisáp fúvós zenekarát is több mint 100 évvel ezelőtt. Térzenét és koncertet adnak a környező falvakban, fellépnek időnként határainkon túl is. 1920 óta hagyomány, hogy zenével teszik méltóbbá a község ünnepeit. Az akkor időben a bánya segítette hozzá a bányászokat hangszerekhez, és a sárisápi esperes volt, aki először tanította őket, az akkori zenészeket muzsikálni. Saját kézzel írott kottákat készítettek, és ezekből, ahogy tanulták őket, úgy egyre bővülő műsorral tudtak előállni. Nem csak őrizzük őket, hanem muzsikálunk is belőle, tehát az akkor leírt kottákat és akkor leírt polkákat, keringőket, tangókat a mai napig műsoron tartjuk, és amikor újabb generáció jön a zenekarba, akkor ezeket elővesszük, és betanítjuk újra a fiatalokkal, mert a polkázás az csak ránézésre egyszerű, egy jó polkázást meg kell tanulni. Hát a Sárisápi zenekar úgy gondolom jól polkázik. A mélyművelésű bányászatot rendszeres vízbetörések nehezítették. A sárisápi bánya üzemeket 1976-ban végleg bezárták. Tematikus túraútvonal, emlékművek és egy bányászati kiállítás eleveníti fel a történelmet. Az itt élő bányászok relikviáiból a Sárisápi Bányásznyugdíjas Alapszervezet segítségével alakult ki egy gazdag gyűjtemény.
magában Sárisápon megszűnt a bányászkodás, de kötődött, Sárisáphoz kötődötten ugye megmaradt minden. Hozzájuk tartozott még utána a bajnai külfejtés is, tehát Sárisápnak a neve, mint bányászkodásban tovább élt. A bányavállalat és a helyi termelőszövetkezet támogatásának köszönhetően Sárisáp 4 sávos tekepályával és országos sporteredményekkel büszkélkedhet az 1960-as évek óta. A Bányász Sport Egyesület teke szakosztálya a közelmúltban falubajnokságot szervezett, az iskolásokkal ismerteti meg a sportágat, játékosai pedig ifjúsági és felnőtt bajnokságokon aratnak sikereket. Gyerekeinkre nagyon büszke vagyok, országos bajnoki címeink vannak 2 is, egy általános iskolás, meg egy középiskolásunk. A lányoktól van egy bronzérmünk középiskolás szempontból, és van egy ezüstérmünk még középiskolás szempontból. És van egy általános iskolás aranyérmünk, és egy középiskolás aranyérmünk a fiúktól. Tehát ez egy nagyon nagy szó. A közel 3000-es lélekszámú Sárisáp a 21. századra is megőrizte szlovák hagyományait. Testvérvárosi kapcsolatot ápol a Trencsén megyei bányásztelepüléssel, Handlovával. Emlékháza a 19. századi családok életét mutatja be, nem csak helyi iskolásoknak, hanem az ide látogatóknak is. Hosszú évek gyűjtő munkájának eredménye ez, illetve előtte volt egy helytörténeti kiállításunk a művelődési házban. Akkor állt össze ez a nagyon gazdag gyűjtemény, és az akkori polgármestert, illetve a képviselőtestületet kértük, hogy keresünk itt a településen egy házat, amit berendezhetnénk korhűen. Természetesen támogattak bennünket, nagyon-nagyon örültünk neki, és 2000. januárjában megvásárolta az önkormányzat, felújítottuk, és 2000. augusztusában a 20. ünnepségen már avattuk is, illetve megnyitottuk az emlékházat a látogatók előtt. A Gurin Károlynétől kaptuk ezeket a gyönyörű kézi munkákat. Ő adományozta nem csak a függönyöket, hanem az ágyterítőket és más egyéb kézi munkát is. A többi kézi munka is egyébként helyi adományokból gyűlt össze, és úgy mesélték, hogy a dolgos és nagyon ügyes kezű házi asszonyok délután, amikor a férjük elment a bányába dolgozni, akkor délután munkájuk végeztével, illetve este hímezgettek. Sárisáp szlovák népdal kincsét örökíti tovább az 1972-ben alakult nemzetiségi pávakör. Azzal a céllal alakult, hogy megőrizze a sárisápi szlovák dalokat, a szlovák népviseletet és a szlovák hagyományokat. Megyén kívül is szerepeltünk, sőt Szlovákiába, a testvértelepülésünkön, Handlovába, aztán Nyitrába, Zoboralján, tehát nagyon sok ismerőst szereztünk a fellépések alkalmával, és több helyre meghívtak szerepelni. Az elődök hagyományait a mai templomi szertartásokba is beleszövik a sárisápiak. Népviseletbe is megjelennek, viselik az emberek, valamint énekekbe, imádságokban is különböző ünnepek kapcsán, legyen az, ami eszembe jut most, halottak napja, karácsony, húsvét, akkor használják még, főként az idősek, de igyekeznek átörökíteni a fiatalok felé. A község legértékesebb emléke az 1700-as évek végén épült kálváriája. A homokkőből népi barokk stílusban készült kálváriát a 2000-es évek elején felújították. A Sárisápi Keresztény Kulturális Egyesület Fekete Attila szobrász, restaurátor, Konyorcsik János szobrászművész, Gurin Sándor kovács és a falu lakóinak munkáját dicséri a keresztút, ami országos hírű látványosság. Érdekessége, hogy a domb az körülbelül ugyanolyan magasságú, mint a templomunk dombja, és a kálvária tetején lévő keresztek, azok a templom felé néznek. Sárisáp plébániája középkori eredetű. Az 1300-as évek elején a pápai tizedjegyzék Pál nevű plébánosát említi. Akkori Szent Imre temploma a török uralom alatt pusztulhatott el. A falunak a közössége, 1760-as évekről beszélünk, akkor újból összefogott, és fölépítette a mai barokk stílusú
szintén Szent Imre tiszteletére szentelt templomot, amelyet ma is használunk. Érdemes figyelmesen megnézni a templom színes ablakait és festett képeit. Mindet ugyanaz a festőművész készítette. Kákonyi Asztrik ferences atyának köszönhetjük. Ő itt a környéken, a kisebb településeken sok-sok munkát hagyott hátra. A főoltár képünkön túl a templom hajóban elhelyezett stációs képeket is ő készítette a templom számára. Sárisáp történeti és kulturális értékei mellett természeti kincseket is tartogat a kirándulók számára. Nyáron elsősorban a nagyfogások örömétől, horgászversenyektől és családi szabadidős programoktól hangos a horgásztó környéke. Szép környezetét érdemes egy csendes hétköznapon is megcsodálni. Ilyenkor lehetünk figyelmesek gazdag élővilágára. Aki túrázni indulna, annak szívesen segítenek a Háromkő Túra Egyesület tagjai. Célul tűzték ki, hogy megmutassák szülőfalujuk természeti környezetét. Ők szervezik a nyári babájai túrát és a nevüket adó szeptemberi Háromkő Túrát is. Van weboldalunk, rengeteg fórumon hirdetjük a túráinkat, a teljesítménytúrázók körében is népszerű. A legtávolabbi túrázónk, ha jól emlékszem, a Mátrából jött eddig. Pedig náluk szebb a környék. Nem csak a távolról érkezőknek szervezik a kirándulásokat, hanem abban a reményben is, hogy az itt élők újra felfedezik az otthont adó tájat. Amit újra felfedeznek, az szerintem a panoráma. Tehát sokszor nem jutnak el olyan helyekre, vagy olyan csúcsokra, vagy pontokra, ahonnan igazán szép kirátást tárul elénk. Ezekkel a képekkel búcsúzunk most Sárisáptól. A Gerecse keleti dombjainak látképei és a falu érdekességei arra késztetik az embert, hogy visszatérjen erre a tájra. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.